Ez a fülbevaló, amit önök is látnak, egyszerű és nagyszerű. 2 éve vásároltam Nagy Dobronyban, egy református családi nap alkalmával. Akkor kaptam ajándékba egy névjegykártyát is hozzá, ami a napokban a kezembe került. Így jutottunk el ahhoz a családhoz, akiket ma önök is megismerhetnek. Ismerjék meg a Herceg családot! Itt élünk Nagy Dobronyban, és én mindig szerettem sportolni. Kézilabdáztam itt a középiskolában is, 5. osztálytól, és ide jár ki egy hölgy Ungváról, egy edzőre, és akkor ő tett egy ajánlatot, hogy akkor egy pára, hogy menjünk oda Ungvára gimnáziumba, csak 9. után, és akkor ott végeztem az általános iskolát, a gimnáziumot. Napi 2-szer edzettem, nagyon tetszett, szerettem, és de végül abba maradt, mert nem sikerült leadni az emelt szintűt, és akkor így elmentem egy ilyen éves szakiskolába, könyvelőire. De hogy ott tudom, csak egy pont hiányzott az élet. Igen, ott, ugye? Az ukrából. Leesett? De nem baj. Én úgy voltam vele, hogy biztos, hogy kellett lennie, hogy abba bízok, hogy semmi sincs véletlenül, úgyhogy ez úgymond minden rossz helyzeten átvisz ez a gondolat. Úgyhogy így indult. Zolit közben ismertem meg. 15 éves korom óta ismerjük egymást, és akkor utána jártunk egymással, és azóta meg együtt vagyunk. Hát már lassan 10 éve. Milyen szülőnek lenni? Élvezitek? Olyan, amilyennek terveztétek, vagy képzeltétek? Hát jobb. Jó? Igen. Hát néha nehéz, meg elég nehéz ahova volt az elején, de most már nem, hát minden gyerekkel vannak nehézségek, de ez elfeledjük, mikor például ilyen kis boldog. Segítségetek van a teendőitekben itt van? Igen, hát hál' Istennek van, itt vannak a nagyszülők, mind a két oldalról, de az Oli szüleivel együtt is élünk, úgyhogy ők tudnak segíteni a fesztrálásban. De ha jól tudom, még tanulsz az egyetemen, ugye? Mit tanulsz? Hát az úgy tanulok ilyen sportszakon, rehabilitáció. Láttam nagyon sok szép családi faragot képen, falaitokon, meg igék vannak rajta. Akkor az utatokban sokat segít a Jóisten? Igen, hát mi hiszünk is ebben, meg ez érződik is a mindennapjainkban. Igaz, hogy sokszor azt is érezzük, hogy azért is keresztbe akarnak tenni a gondok, de viszont gondolom ez azért van, hogy az ember megállja a helyét, hogy akkor is pozitív marad, úgyhogy meg hát a családunk is, meg nekünk például az én rokonságom, szinte mindenki, apunak is 7 testvére van, na mindenki a családból, én nagyon vallásos, úgyhogy így is nevelkedtünk, meg hát eleve szerintem Dobrony is egy ilyen erős vallású falu. Én úgy gondolom, itt az emberek tartják még magukat így a szokásokhoz is, igyekeznek odafigyelni, hogy nem tudom, a templomba is például, hogy megfelelő öltözet, vagy a nők ilyen, az idősebbek ilyen fejkendő, hát na, a hagyományokhoz illően még ezek odafigyelnek. Oda elgurult? Visszahozod már? Visszahozod? Apás kisfiú? Hát ilyen... Vagy is inkább anyás. Megvan a mi közös programunk, az esti fürdetés. Mondjuk nagyon szeret táncolni. Szereti a mulatos zenét. Apukája is nagyon szereti. Szoktunk együtt énekelni.
kis drága. Terveztek egy? Hány van tervben? Hát legalább még egy kis tesó, hogy ne legyen unalmas majd a későbbiekben. Ez így van. Neki főleg. Hopsz, ügyes vagy! Szeretném majd egy kis tesó. Tessék. Hol vagy, amikor nem vagy itthon? Mit dolgozol? Az üzletben éppen. A csavaros üzletben. Én is tevékenykedek, rendelés, áru, eladás, mikor, mivel foglalkozunk éppen. És megy, működik az üzlet? Van rá kereslet Dobronyban? Igen, hál' Istennek van rá kereslet, igen. Hát igyekszünk mi is mindig azt rendelni, amit az emberek kérnek. Mi is odafigyelünk, hogy senkinek ne legyen panasza, mindenki meg legyen elégedve, vállalunk garanciát dolgokra, aztán szeretik igen az emberek. Te tanultál egyébként valahol? Igen. Az egyetemen, Ungváron, a Kijevi Szlavisztikai Egyetemen. És milyen szakon? A Mitnesprál, azaz a vámos. Abban megfogott ez a része, ez a kereskedelem. Azaz ez jobban érdekelt a későbbiekben. Mindig szerettem adni, venni. Te vagy a főnök. Hát igen. Mindig szerettem ezzel foglalkozni gyerekkorom óta. Nem gondolkodtatok azon, hogy elmenni? Amikor sokan mentek? Megfordult a fejünkbe, mert sokat romlott a pénzhelyzet is, aztán ez az egész gazdaság. Szóval nekünk is megfordult a fejünkbe, igen, de hát kitartottunk így. Nem adtuk fel, csináljuk továbbra is a vállalkozást, és így hát ugye nyáron jobb, mert az emberek itt is a faluba, rengeteg traktor van, rengeteg föld, ilyenkor kellenek ugye a csavarok, eltörnek a zegény. Igen, hát ilyenkor van szezonja. Mi az, amit most készítesz? Mi alakul itt? Hát egy alkalmi fejdíszt készítek esküvőre. Most nagyon szeretik nálam. Meg alkalmakra, most bankettekre is vitték. Sok esküvői rendelés van, ilyen egyéni is. A mennyasszonyok koronákat is kérnek. Most ez aktuális. És érkezel készíteni, amennyi kérés van? Hát igen, általában. Igyekszem úgy, hogy akár még hajnalban is felkelek, vagy tovább fennmaradok, de viszont igyekszem mindenkinek a kedvébe járni, amennyire módom van rá. Mióta csinálod? Hát a fejdíszeket komolyabban egy éve csinálom. Azelőtt is csináltam néhány, hát ilyen 4-5 darabokat, hogy így készletre, de viszont az egyik barátnőm, Evelyn, ő is fodrász Beregszászban, ő így komolyabb rendelést adott le nálam. Hát így ilyen 20-30 darabot kért, úgyhogy, és az, ami nagyon tetszett, hogy ő nem szabta meg. Küldött egy pár fotót, hogy ő neki mi az igénye, de viszont mondta, hogy rám bízza, szóval nem volt az, hogy konkrétan most neki ez a minta kell határozottan, úgyhogy ez nagyon jól esett tőle, mert így kitudtam az ízlésemet, igen, és az elképzelésemet nyilvánítani ebbe a fejdíszbe. Miket használsz fel hozzá? Látom mindenféle kis gyöngyöcskék, ez egy kis, mi megfoghatom? Igen. Ez egy pici árvácska. Igen, ezt én készítem, ez ilyen hölgygyurmából készült. Általában a virágokat azt én szoktam hozzá készíteni, úgyhogy ez egy külön procedúra. Hogy készülnek ezek a virágok? Hát van ez a hölgygyurma, amit említettem, ugyanolyan, mint a sima gyurma. Az egyszerű gyurma, igen. Fel kell melegíteni, formázni, vannak formáim is, de általában most már úgymond a rutin miatt nem olyan szükséges. Mindig kézműveskedtél, vagy honnan jött az ötlet? Hát nem mindig, hanem amikor elmentem ugye ebbe a könyvelői suliba, hogy kimaradt egy év, és az egyik barátnőm csinált a csongoron, ő ilyen hobbi szinten, mert ő ilyen képzőművészetibe járt,
magának csinált egy néhány ilyen tükörtojás formája, meg ilyen érdekes csokis fülbit, ami nekem nagyon tetszett. És akkor ő általa végül is, mert hogyha nem segített volna, akkor nem találtam volna meg ezt az anyagot, és akkor ő megmondta, hogy hol lehet ezt beszerezni. Utána elkezdtem csinálni, fejleszteni magam lassan, meg hát ahogy úgy vettem észre, hogy dolgozok, minél többet csinálok, hibázok, annál szebbeket tudok formázni. Akkor okultál a saját magad, hát igen, hibájából is. Sokszor a kudarc érzet így egy kicsit eltántorított, de viszont utána felfogtam, hogy ezáltal tudok igazán fejlődni, úgyhogy muszáj csinálni, még ha nincs is kedvem mindig. Milyen eszközöket használsz hozzá? Te nyugodtan csináld közben, hogyha tudsz, ha nem zavarlak meg nagyon. Hát a, főleg a drót és a gyöngyök, ugye ezek a virágok, lehet művirágot is kiegészítőként vannak, ezek a kis fémelemek, amit ugye ékszerekhez is lehet használni. Ezek. És mennyi időt vesz igénybe például ennek a fejdísznek a készítése? Hogy ezeket már te hamarabb rátekergetted? Igen, ezeket már előkészítettem, de na, hogyha csinálok egy húzamba többet, akkor nem egy órán belül meg tudom csinálni. És honnan merítesz ihletet? Hogy most hogy nézzen ki ez a fejdísz, vagy egy kis koszorú, vagy ez így már jön? Általában úgymond a természetből is, hogy szeretem nagyon a természetet, a virágokat, a madarakat, az ilyen. Szóval onnan is szoktam sokat, főleg mondom a virágok, amik úgy inspirálnak, meg hát ugye az internetről is szoktam így ötleteket. Nagyon szép, közben ez itt alakul. Hát igen, alakul lassan. Zavarunk közben neked egy kicsit? Nem, csak a... Akkor ebbe két árvácska fog belekerülni? Ehhez feheret gondoltam. Jó, értem. Hát az is nagyon szép. Még, de még szerintem ezt is ráteszem. Meg megnézem, hogy van-e itt olyan gyöngyöm. Rengeteg, ezeket megnézhetem én is? Igen, még van fent egy szebbek dobozzal. És hol szerzed ezeket? Itt Ukrajnában vagy külföldön? Hát most már lehet Ukrajnában is. Korábban a gyurmát se tudtam, és a köveket se. A sógor nem foglalkozik vele, ő Szegedennél, de ő nagyon nagy színvonalon csinálja, horgol. Ő ásvány ékszereket is készít, itt van egy néhány ásvány ékszer. Annyira nem vagyok még otthon benne, a hegyi kristályt nagyon szeretem. Konkrétan ezek, ugye? Ez hegyi kristály? Igen, és itt a rózsakvarc, ezt nagyon szeretik sokan, meg nekem is az egyik nagy kedvencem, ezt esküvői fejdíszekben van, ebből több méret. Ezek pedig ilyen cseh kristályoknak nevezik, ezt most már itthon is be lehet szerezni, de korábban csak sokból nem magyarból. Úgyhogy meg ő szokott, hogyha valami, nincs egy pár ilyen különleges, például itt vannak ezek a kocka kövek. Ezeket ez kocka, vagy ilyen rombusz, hát nem igen, is tudom. Ilyen különlegesebb darabok, ilyet itthon nem találok. Nagyon lehet például szerezni. Úgyhogy, de ezt a köveket, mondjuk ezeket most koronákba kérték tőlem a mennyasszonyok. És mennyire költségesek ezek a hozzávalói? Hát, hogy látod, arányban van egymással a beszerzett hozzávaló és az eladott érték? Attól is függ, mondom, hogy az idő, hogyha már az ember rutinos, akkor nyilván jobban el tudja adni, de viszont na, az ásványok azok költségesek, ezek a kövek is például, meg lehet most már úgymond Kínából is, de én nem szeretek, én itthon szoktam, meg általában úgy szeretek vásárolni, én ezt meg is fogom a kezemmel, mert általában vagy a méret nem jó, vagy a szín, vagy nem olyat küldenek, amilyet rendelek, úgyhogy hát de, na, csinálom. Én nem szoktam elcsüggedni, még hogyha nem is úgy alakul. Akkor tényleg térjünk még arra is, hogy te nem csak fejdíszeket csinálsz, ami a kedvenced, hanem ilyen kis összeállításokat is, virág, kosarakat, dobozos virágokat, fal díszeket, vagy altódíszeket? Igen, altódíszeket kopogtatókat. És van itt egy nagyon szép házi pálinkás, ezt ha megmutathatom? Házi pálinka tartó. Gondolom ez hamar kifogy annak, aki használja, ez nagyon szép. Igen.
Hát sajnálom, hogy magyaros mintát nem érkeztem, de viszont itt a Magyar Házban megtekinthető, van ott kiállítva. Oda felvittem az egész magyarost, mert mondom, az oda illik. Akkor a magyar elemeket is azért próbálod mindenütt. Nagyon azokat szeretem, meg eleve kicsit mindig bennem volt az, hogy így a magyarságomért kiálljak, vagy nem tudom. Bármint így ott a sportiskolában is volt egy-két ilyen incidens, vagy nem tudom, hogy így megszólított az egyik barátnőm, hogy én ne cigányul beszéljek, hanem ukránul beszéljek, és akkor rá egy fél óra múlva ő kért tőlem segítséget, hogy adjam oda a térdvédelmet, mert nem volt senkinek, csak nekem, úgyhogy utána úgymond meg is szégyenült ezáltal, mert odaadtam neki. Én, na most ez lehet nem jó példa volt, de az bennem nagyon megmaradt, és utána ő is úgymond ledöbbent, hogy ennek ellenére odaadtam neki, meg utána többet nem is piszkált, úgyhogy... De hát amúgy mindenhol szerintem, minden városban vagy országban van ilyen. Így van. De mondom, hogy én ez így kicsit erőt adott, vagy motivált, hogy én ezt most azért is. Eredetileg egy kis hajtűre készíted rá, most figyelem, hogy ezt az egészet rá dolgozod egy kis hajtűre. Hát igen, ezt így rászoktam, valamit annélkül szoktam, mert azt ugye, hogyha nincs hajtőn, akkor azt lehet akárhova, így ide is például, vagy ide hátra, konyhra. Ezt meg leginkább konyhbe szokták, hogy ilyen alkalmi frizurába tenni, úgyhogy hát ezt mondhatni elkészült. Nagyon szép ez. Erre gyönyörű. Még lehet ne rakni levelet, vagy kövecskét. Kéne valami háttér. Levelet, kövecskét, és miket szoktatok még? Hát például az arany kövecskéhez egy kis levelet még lehet akár. Nagyapa itt van. Hát, viszi traktorot, nagyapa, viszi. Itt van a kertben két fólia, az egyikben paradicsom, paprika, ugorka. Na, itt van az ugorka, már most kezd rajta lenni, de ezt azt mondja, csak éppen megmosna, azt mondja, mert se permetezve, egyáltalán semmilyen permet rá nem megyen, a paprikára se. Ez saját részre van, azt mondja, úgyhogy az a fontos, hogy trágya legyen, és felülről locsolni nem szabad, csak alulról. Én ezt minden nap, azt mondja, kétszer napjában meglocsolom a tövét, megkapálgatom, hogy tiszta legyen, ne legyen füves, azt mondja. Mindig tetszettek mezőgazdasággal foglalkozni? Hát ezelőttibe volt 6 faulia nekem. 6. Uborka is, zuborka teljesen szépek. Szépek. De még örülök, még úgy érzem magam, mint egy 20 éves, őszintén megmondva. Az a jó. Még két fiatalt kidolgozok. Az a jó. Kidolgozok. Na hát itthon meg a családban azt mondja, hogy sütni, főzni, ez benne van minden, azt mondja. Ha nem, a feleségem csinálja akkor. Szóval közösen minden. A menyecske is azt mondja, igyekszik, azt mondja, mindent segíteni, vetés mindenbe segít, úgyhogy... És itt tetszenek állni a háttérbe, ha igen, kell pesztrálni, ha kell gondolni. Éjjel-nappal. Aranyat érnek az ilyen nagyszülők. Ja, éjjel-nappal. És most már meg átmentem erre a szőlőre, hogy próbálnám ezt. Itt bennő a szőlő a fóliában? Ez a nagy, hogy mondjam, fehér szőlő, ez fehér fekete, igen, ez a nagyszemű szőlők. És ezt most megpróbálom, hogy fog ez nekem bejönni. Nagyon szép fürtök vannak rajta, minden. Hogyha például be fog jönni, akkor csinálok még, vagy majd pályázunk, vagy valami egy 60 méteres
fauliát, vagy kettőt, azt mondja, és abba fogjuk. Ez már termett? Igen. A tavaly is? Ez tavaly még nem. Ezt ültettem tavaly, tavaszkor, de már most azt mondja, milyen szép pürtök vannak rajta, azt mondja. Ez itt a feleségemnek, Diának az üzlete, és közvetlen mellette van az a részleg, amivel én foglalkozom. Akkor nézzük is ez meg. Ez ilyen gazdaboltszerű, igen, gazda, csavaros. Csavarszerszám volt. Fáradj be, jó. És akkor... Mikor belekezdtél, akkor hogy sikerült ezt az üzletet beindítani? Hát igazából ezt apósom kezdte ezt az üzletet, csak miután megnősültem, mi átvettük, és így mi folytattuk ezt az üzletrészt, és akkor így gondoltuk, mivel Dia elkezdett a kézművességgel foglalkozni, neki csináltunk külön egy kézműves részt, és akkor én pedig csináltam ezt a férfias oldalát. Az ilyen szerszámok, csavarok, ami egyébként a második emeletre is kiterjesztettük fent, és hát igazából terjeszkedünk, van, amit otthon is raktár, azok építőanyagok akár, szóval na, sok oldalú ez a kis üzlet. Árérték arányban milyenek vagytok falusi viszonylatban, hogy hát, megéri nekik bejönni? Igen, újabban azt halljuk, hogy igen, hogy megéri, hogy jó árakban dolgozunk, igen, szeretném. Pozitív visszajelzéseket hallunk, úgyhogy. De látom, egész széles skálán mozogtok, mert ha kell fűtési dolgoktól kezdve, igen, vagy van, lámpa, vannak, igen, csempézés, minden van, amire szükség van. Van, igen, van. Hát mondom, vannak dolgok, amik nincsenek is itt, vagy esetleg a második emeleten van. Van elektromos dolgok, vannak mindenféle elektromos, ilyen benzines kaszák, flex, furó. Állunk a kis üzletetekbe, vagyis hát ez a te részleged, rengeteg ajándéktárgy és levendula és kézzel készített dolgok, koszorúk vannak itt. Az üzlet az lassan 3 éve van, a Princess márka az már több, 5 éve lassan, úgyhogy próbálom fejleszteni magam is és az üzletet is, minél több érdekességgel, minél több alkalomra, születésnapra, férfiaknak is igyekszem, hogy legyen, mert nekik nem mindig egyszerű ajándékot. Általában az szokott így gond lenne, hogy bejönnek, hogy mit is lehet neki találni. És itt vannak a pultban, ha jól látom, a fülbevalók, meg az ékszerek, ami főleg a te hozzád ez áll. Hát itt közel. Például ezek gyurmából készültek, ilyen egyedi mintában manikűrösöknek és sminkeseknek. Vannak fülbevalók, karkötők. Asztaldíszek is vannak, erről még értsünk egy pár szót, valahogy ezt nem is említettük annyira. Hát az asztaldíszeket például úgy deraktam, ezt a kisebb formát nagyon szeretik, ezt névnapokra, vagy akár így, ahogy említettem, barátnőknek is, egy kis táblával, vagy üzenettel, vagy hűtőmágnessel, így akármilyen alkalomra el szokták vinni. És ezt is te készíted, igen, ugye? Igen, hát összeállítom a kis dekorációt, megveszem a virágokat, szeretem ezt az élő hatású sejem virágokat, mert ez ugye szinte olyan sejem anyagból van, úgyhogy ezeket nagyon szeretik, az ajtódíszeket is, szoktam ígéseket is csinálni. És gyerekkorodban is szeretted a kézműveskedést? Vagy hát akkor is volt hozzá tehetséged, gondolom? Gyöngyfüzést, azt tesommal, ő is ilyen művész lélek, például ezt ő festette. Kicsit eltértem, nem tudom, hogy szabad-e, de hát, hogy ne.
ő is művészkedik, ő szeret írni. Akkor nálatok a családban mindenkinek, sógornő, testvér, mindenkinek. Igen, hát az én oldalamról is, és a Zoli oldaláról is, mert anyu is, ő is festett régen, apu faragott, úgyhogy, de ilyen a hobbi szinten, én pedig így próbáltam komolyabban, de úgy látszik, hogy sikerült is, igen. Mai műsorunkban megismerhették a Herceg családot. Ha tetszett a műsorunk, nézzenek bennünket legközelebb is. Viszontlátásra!